Gumi, gumi, gumi. Nyáron nagyon jó volt ez a vékony utcai, de mégse utcai, hanem olyan köztes, de nagyon trekkingből is inkább az aszfaltosabb változatú gumi. De jön a szalidő, mi kell most valami rapidrobb, valami rücskösebb. Első keréken mutatom meg. Egyébként a rapidrobb első kerékként más irányba forog, mint hátsóként. Mondjuk valahova rá is van írva. Valahova ráírtál. Hátra, előre. Melyiket rakjuk fel? Ezt, vagy azt? Felrakhatjuk akár ezt is. Azt mondja, előre. Vagy ha hátra rakjuk, erre forog, előre arra forog. Szóval mi elsőre rakjuk, ez a gumi erre akar forogni. Azt szeretné. Na szóval. Rakjuk fel a jobbikat, ha már rakunk valamit. Első. Erre akar forogni. Hát akkor kezdjünk neki. Elsőre. A régi gumit. Mondtam, most ahhoz nem kell. Leeresztjük. Szelep sokkal le. Tisztasítónya kilazít, szelep meglazít. Meglazít. Leeresztjük. Időt spórolunk, hogy közben letekerjük. Amíg leeresztjük, letekerjük a biztosítóanyát. Lenyomkodjuk a felnőről körbe, hogy mindenhol lejöjjön, mind a két oldalon. Ugye így lenyomjuk, mert oda van ragadva valószínű. Ha mentetek vele pár ezret, főleg ezekben a 33 fokos melegekben, minden jó oda ragadt. Ugye, hogy ugye? Nagyszerű. Szeleppel ellentétes oldalon kezdjük. Kicsit távolabb állok, akkor talán bele is férek a képbe. Itt már talán. Ez lesz a jó belsőnk. Így. Belenyomunk egy ilyen gumiszerelővel, úgyhogy a belsőt nem csípjük ki, és ezt ide be lehet akasztani. Most így átmozgatjuk erre. Így jöjjön beljebb. Körbe. Mindenhol mozog, akkor az elméletileg ez a gumi erre van. Meg is húzhatjuk így, hogy itt legyen fönn. És akkor elméletileg nem is kell hozzá szerelőszerszám, hanem kézzel itt szépen le lehet piszkálni. Ugye először az egyik oldalt, és a végén a szelepnél is körbe kint van az egész. Ha körbe kint van, szeleppel látellenes oldalon kiléptetjük, és már jön is le, szelepet kinyomjuk. És külön is választottuk. Medvéjel, ezt én így el szoktam rakni, mert ez ugye egy vékonyabb gumi, abba megfelelő vékonyabb belső kell. Most hova tehettem el? Itt van a biztosító, ez a szeleptartó gyűrű. Aztán árakjuk, és így tárolom én, illetve elmosva. A kapkodás miatt ez nincs tisztítva, az mehet a raktározásra, és amit pedig fölteszünk, azt, mivel össze volt tekerve dobozba, nagyon ki van nyomkodva a levegő, egy pici levegőt kell bele fújni, hogy alakja legyen. Ilyen körülbelül most van valamennyi alakja. Ilyenkor behintőporozzuk. A hintőporos segít majd nem beleragadni, és most is jó helyen lenni, és szépen kirúgni magát belül, úgyhogy nem ragad oda se a felnihez, se a belsőhöz, se a felni lévő védő, gumivédő szalaghoz. Azaz nem tapad addig oda, amikor fújjuk föl, hogy arrébb piszkálja maga alatt, és fölkészíti a defektet. Egyébként a belsőknek is mérete van, nem csak úgy gondolom, hogy átmérő,
az ugye természetes, hanem hogy mennyire balonos a gumi, és ezt rá is írják. Itt van rajt, nagyon szépen. Ez 40-estől 62-es balonos gumira, szóval szélesebb gumira jó. Ez egy 57-es rapid rob, amit rakunk fel, úgyhogy bent van, és egy 6-22-es felni, 5-84-től 6-35-ig. A 6-22-esre kiváló. Jöhet a gumi. Azt beszéltük, hogy a jobbik megy. A gumiba belerakjuk a belsőt. Ezt szépen beleigazgatjuk, hogy bent legyen. Gyenge kedvéért ide a féktárcsákra ráteszik a forgás irányt. Merre forog? Ez a kerék, itt van, rotation, arra forog. Most meg kell keresni azt, mutatom, közelebbről, ez itt ugye mutatja, nekem szar a szemem, ilyen fényben erre forog. Ez ha hátsó lenne, lenne jó, úgyhogy most valamit megfordítunk, mondjuk ezt, így. És most jó, mert most az első arra forog, és ez az első és arra forog, szóval így fogunk forogni, így rakjuk össze, mert hát a rapid rob első és hátsó gumikép más forgás irányba dolgozik jól. Megkeressük a szelepjukat és végignézzük, hogy a gumivédő szalag mindenhol így a helyén van-e. Igen, akkor elméletileg csak rá kell dugnunk. Ezt a kamerát megint rosszul tartja a csúcskamera állványom. Szóval bele a helyére a... Na most hova tettem azt a kis anyát, ugye őt, rákapatjuk. Ne essen be. És most nem tudom mennyire látszik. A guminak az egyik felével lépünk be a felnébe. Így körbe. Összön az egyik felével. De a szeleptől indulva két irányba. Szeretek én. Jelentősége nem biztos, hogy van. De én így szeretek. És amikor minden belépett, körbe az egyik oldal, akkor fent megkezdjük, vagy a szelepnél, jön a szelepnél, megkezdjük azt, hogy a másik oldalt is benyomkodjuk. Így. Itt is benyomjuk. A belsőt nem csípjük ki, ezt közben igazgatni érdemes. Kicsit túlfújtam egy előkészítő nyomásra, de sem baj. És elméletileg, ha minden oké, akkor be is lépett a másik oldal is. Most itt körben, mindig a szeleptől kezdjük, mert megjegyeztük, hogy honnét indultunk, megnézzük, hogy nem csíptük ki a belsőt, és belátunk, hogy a szalag az még jó helyen van-e. Ezt most egyszerűen nem tudom mutatni és megnézni. Körbe nézem, így elfordítva ugye így, ugye a szalag ott van a helyén, és a belső nem elóg kint. Eljutottunk a szelepig is, mint akkor körbe érhettünk, és a másik oldalt is. Azt mondjuk, álva ez a hintőforma, azért fölösöktök, mert én rendes gyerek vagyok. Egy picit följebb húzzuk a szelepet. És egy nagyon kevés levegőt mondjuk bele még. Egy ilyen 0-3 bar. Szervisz minta előnyös. Na, egy hosszú a csöve. Belement valami? Annyira kell csak megfújni, hogy egy évtől kifeszüljen a felnire a drótterem.
de még ne, de még tudjuk így kézzel benyomni. Ilyenkor még én még egyszer körbe szoktam ellenőrizni, sőt, megnyomkodni, hogy körbe exzentrikusan, szempontjából jó álljon a gumi, az a középen legyen a felmi a gumiba. És akkor még egy kis emelt nyomás, ez 0,1 bar volt, szóval semmi. Most a fél bárnál még egyszer körbe varigatgatjuk. Ülhetjük ész nélkül is, ha versenyben vagyunk, vagy esőbe cseréltünk két bensődbe. Ha ráérünk szépen otthon nyugodtan, akkor miért ne? Ugye a rapid robnak a maximumása 3,7, 3-5-re fújom, mert szeretem, ha gurul, meg sokat fog majd lenni aszfalton viszonylag. Most a terepen egészen 1,8-ig le lehet vele menni. Ugye az a minimum nyomás, a maximum a 3,7, az 1,8 és 3,7 között kell fújnunk. Kézenfekvő lenne a 3 bar. Az első kerék nem is kell szerintem több mint 3,2. A Lidlis szervizpumpa, akkor mutat pontos értéket, ha lassan fújjuk. Ez a 3,2 bar. Levehetjük. Meghúzhatjuk a szelepet. A szeleptartó gyűrűt is. Mehet rá a szelepsapka. És elméletileg, és gyakorlatilag is kész is vagyunk. Gyönyörűségesen elő vagyunk készülve a Dzsuva időjárásra. A videó elején látható kis vékony kerékből csináltunk egy frankó kis monti kereket. Ugye a 37-esről 57-esre aszfaltról Dzsuva telepre indulhat a dzsuvás hajtás.